A szociális munka napja 20%-os béremelést jelentett be az államtitkár. Zöld belváros, kiállításon lehet látni, hogy milyen lesz Máté Szalka központja. Előzetesbe kerülhet, rabszolgaként tartott és vert egy embert egy nagykállói férfi. A jövő évtől minden szociális területen dolgozó bére 20%-kal emelkedik, ezt jelentette be a szociális munka napján Fülöp Attila Nyíregyházán, a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A rendezvényen szó esett arról, hogy egyre kevesebb fiatal választja ezt a hivatást. Az egyetemen ezt a tendenciát szeretnék megállítani. Az ünnepségen Assisi Szent Ferenc díjakat adtak át a megye legaktívabb szociális dolgozóinak. Ápolók táncával kezdődött a Szociális Dolgozók Napja a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. A fellépők tánca nem csak kedves gesztus volt a közönség felé, üzenetet is hordozott. Móri Marian, az egyetem dékánja köszöntő beszédében megfogalmazta, a nehéz és áldozatos szociális munkát egyre kevesebb fiatal szeretné hivatásaként választani, de a tendencia az összefogás és együttműködés erejével még megfordítható. Mi az elmúlt időszakban azt látjuk a szociális és az egészségügyi területen is, hogy egyre kevesebb 14-8 éves, 20 éves fiatal jelentkezik, és egyre növekszik azoknak a felnőtteknek a száma, akik ezeken a területen végzettséget akarnak szerezni. A hallgatói létszámunk nem nagyon változik, de van egy eltolódás. A fiatalok ezt a nehéz, nagyon-nagyon sok áldozatot kívánó munkát egyre kevésbé választják. Míg a felnőtt korosztály tagjai között egyre nagyobb azoknak a száma, akik ilyen típusú munkába be akarnak kapcsolódni. Sokat foglalkoztunk azzal, hogy ennek vajon milyen okai vannak, hogy ezzel mi hogyan tudnánk, mit tudunk mi ezzel kezdeni, tudunk-e ezen változtatni. Vannak partnereink, akár a polgármesterek szintjén, akár mondjuk a máltai, Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szintjén, akik összefogva velünk törekszenek arra, hogy megtaláljuk a fiatalokat is. Vinnai Győző országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy elhivatottság nélkül nem lehet szociális segítő munkát végezni. Nem lehet ezt a munkát, a szociális munkát belső elhivatottság nélkül végezni. De a harmadik, ami miatt tulajdonképpen én is itt vagyok, és egyre inkább látom azt, hogy milyen emberi kapcsolatok vannak a szociális dolgozók között, az intézmények között, és a megyében milyen szociális munka folyik. Tehát ezek az emberi kapcsolatok, a munkán túli kapcsolatok, amikor beszélgetünk egymással. Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár a rendezvényen bejelentette, a jövő évben 20%-kal emelkedik a szociális területen dolgozók bére. 2022. január 1-től a szociális és gyerekvédelmi terület valamennyi dolgozója, tehát függetlenül attól, hogy önkormányzati, egyházi, civil vagy állami feltartó intézménynél, szolgáltatónál dolgozik, mindenki 20%-os béremelésben fog részesülni. Ez azt jelenti, hogy valamennyi szociális és gyermekvédelmi dolgozó, közel 100 000 ember fogja megkapni ezt a béremelést. Ezt csak, hogy egy számot hozzak meg önökkel, ez azt jelenti, hogy ezzel a béremeléssel az elmúlt 3 kormányzati ciklusban mintegy 170%-kal fog nőni az átlagbér mértéke. Ezzel jövő évben el fogjuk érni a 370 000 forintos átlagbért, 2010-ben 137 000 forintról indultunk, nagyon mélyről. Az út azt gondolom, hogy jó, amin járunk, és ezen az úton szeretnénk tovább jól járni, ezen szeretnénk tovább dolgozni. Az ünnepség végén a szociális dolgozók munkáját ismerték el, a megye 20 legkiemelkedőbb dolgozóját, Assisi Szent Ferenc díjjal is jutalmazták. Egy új 10 000 kötetes könyvtárat adtak át a Hajdú-Bihar megyei Nyíracsád egyházi kézben lévő általános iskolájában. A könyveket és a berendezéseket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hieroteosz Egyesület ajánlotta fel az intézménynek. Az egyesület főtitkára az átadó ünnepségen arról beszélt, hogy fontos és felelősségteljes feladatuk az észak-kelet magyarországi fiatalok támogatása. Na, 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 na.
citera kíséretében szólt a szatmári népdal a Szent Piroska görög-katolikus általános iskolában Nyíracsádon. A Hajdú-Bihar megyei község alig több mint 10 kilométerre fekszik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határától. Az iskolában egy egyházi és civil együttműködésnek köszönhetően egy újabb közösségi teret, egy könyvtárat alakítottak ki. A diákok tanulmányaikhoz több ezernyi lexikont, tudományos és szépirodalmi kötetet kölcsönözhetnek ki és olvashatnak el. Kis András, a Hieroteosz Egyesület főtitkára azt mondta, ezzel és az ilyen jellegű fejlesztésekkel tovább erősödhetnek a régió fiatal közösségei. Az Egyesület a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel együttműködve egy 10 000 könyvet számláló könyv együttes tudott a könyvtár rendelkezésére bocsájtani, és ez egy jó együttműködés, hiszen a fenntartó pedig a polcrendszer kiépítésével, a könyvtár kiépítésével, a helységgel, illetve mindazzal a nevelési oktatási programmal, ami itt ők közvetítenek, járul hozzá a magyar fiatalság Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fiatalságának képzéséhez, és ezzel a régióban a közös jövőnk kialakításához. Ez a 10 000 kötet csak a harmada az állam által felajánlott mennyiségnek. További 20 000 könyv az ország másik két oktatási intézményébe kerül. A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, a miniszterelnökség számára fontos, hogy az iskolák minél több és minél színesebb olvasnivalóval rendelkezzenek. Amit most átadunk, az a könyvtár helyiség, ahová a miniszterelnökség közvetítésével, tehát itt mi csak közvetítő szerepet játszottunk, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőn keresztül, és egyébként a Hieroteosz Egyesületen keresztül, Kis András főtitkár úron keresztül sikerült eljuttatni 10 000 könyvet ide ebbe az iskolába. És ami nekünk egy különleges öröm volt, hiszen egyébként összességében 30 000 könyvet sikerült országosan szétosztanunk. 10 000 ide, Jászlónok újabb 10 000 és Fejér megye újabb 10 000. És hát gyerekeket boldoggá tettünk, én azt gondolom, vagy bízom benne, bár a mai olvasási szokások azért azok eléggé eltérőek a régebbiektől, de azt gondolom, hogy találnak majd közöttük hasznos olvasnivalót. A helyettes államtitkár az eseményen beszélt arról is, hogy a civil szervezetek november 3-áig pályázhattak a Nemzeti Együttműködési Alapforrásaira. A pályázatok elbírálása már zajlik, az egyesületek és alapítványok pedig 2022. márciusában juthatnak hozzá a működést és fejlesztést segítő támogatásokhoz. Új zöld belváros kialakítását tervezi a Mátészalkai önkormányzat. A Mátészalka szíve zöld újra tervezés című programra 5 pályamunka érkezett, ezekből nyílt kiállítás a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ és Színház aulájában. A nyertes terv kiválasztásában a lakosság aktív közreműködését kéri a városvezetés. Ezek nem fényképek, hanem egy megálmodott városrész valósághű látványtervei. A Mátészalkai önkormányzat még májusban hirdette meg zöld újratervezés programját, melyben a lakosság segítségét is kérték. Az online felmérésekből akkor az derült ki, hogy a helyiek milyen belvárost szeretnének. Miután a városlakókat megkérdeztük, nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy a városban több zöldet szeretnének. A belvárosban kevesebb autót, azaz tisztább levegőt szeretnének. És olyan irányokat határoztak meg a városlakók, amelyek mentén mi ki tudtunk írni egy tervpályázatot. Ez a tervpályázat arra jó, hogy hogy az ország legjobb építészeit, tervezőit hívtuk meg egy közös gondolkodásra, hogy engedjék szabadon a fantáziájukat, és álmodják meg, hogy ők, a szakemberek hogyan látnák jónak, hogyan építsük meg, hogyan alkossuk meg, hogyan álmodjuk meg együtt Mátészalka új belvárosát. 5 kiváló pályamunka érkezett a belváros újragondolására. A tervek beérkezésével sem állt meg a közös gondolkodás. A városvezetés a lakosság közreműködését kéri abban is, hogy melyik terv legyen a befutó. Ezért nyílt ez a kiállítás. Azt kérem a mátészalkaiaktól, hogy jöjjenek el, beszélgessenek velem, illetve a kollégáimmal ezekről a tervről, és mondják el itt is a véleményüket, mi az, ami tetszik, mi az, amit megtartjunk, hogyan haladjunk tovább a tervezés során. Tehát a belváros újraálmodása az a mátészalkaiak nélkül nem történhet meg. A közös álom minden egyes lépésénél számítok a mátészalkaiakra, és azokra, akik megtisztelnek azzal, hogy véleményükkel, elképzeléseikkel gazdagítanak bennünket.
A pályamunkákat 2-től a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ és Színház aulájában tekinthetik meg az érdeklődők, minden nap 10-től 17 óráig. Óriási volt az érdeklődés a sátorgarázsok iránt Nyíregyházán, már szeptember végén elfogytak a garázshelyek. A NyírVV maximum 190 darab helyre adhatott engedélyt, ahová október 15-től lehetett felhúzni a ponyvákat. Ezen helyek bérlése havonta 3505 forintba kerül. A legtöbb engedélyt idén is Örökösföldre és a Józsavárosba adták ki. Most még csak a folyamatosan hulló falevelek terítik be a fa alatt parkoló autó motorháztetőjét és szélvédőjét. Néhány hét múlva azonban a több centis hóréteg és a vastag jégpáncél okozhat fejtörést azoknak a sofőröknek, akik a szabad ég alatt parkoltatják autóikat. A rutinosabbak azonban már most ponyvagarásban pihentetik a gépjárművet. Sátorgarást elhelyezni október 15-e és április 15-e közötti időszakban lehet. Mivel rendelet meghatározza, hogy 190 darab a maximum, amit el lehet helyezni a városban, ezért a nyár végén már célszerű volt jelentkezni, a kérelmeket beadni, akinek ilyen igénye volt. Be is érkezett már ez a 190 darab kérelem, el is készült minden szerződés, úgyhogy jelenleg már nem tudunk helyet biztosítani sátorgarázsok elhelyezésére. A ponyvákat csak merőleges, kiépített, nem fizető parkolóban lehet elhelyezni. Fontos lenne, hogy ahol több garázs is van, ott egymáshoz a lehető legközelebb helyezzék el ezeket, ugyanis kicsivel nagyobb helyet igényel, mint a standard parkoló. Itt például bár két kocsi állás maradt a garázsok között, legfeljebb két keskeny kis autó tud egymás mellé parkolni kényelmesen. Akkor legális a garázs elhelyezése, ha a megfelelő jelöléssel rendelkezik. Folyamatosan ellenőrzik egyébként is az útellenőreink ezeket a sátorgarázsokat. Amin nem találják meg az azonosító számot, nem tudják beazonosítani, hogy valóban van-e rá szerződés, arra figyelmeztető cédulát helyeznek el, hogy keresse fel a társaságunkat, a garázs tulajdonosa, illetve ha olyan garázs találnak, amelyiknek ugyan van azonosító száma, de nem szerepel abban a listában, amit tőlünk ugye megkapnak, amire érvényes szerződés van, azokat is felszólítjuk arra, hogy fel kell keresni a társaságot és szerződést kell kötni, illetve miután most már nem tudnak szerződést kötni, mert betelt a 190 hely, akkor el kell bontani a sátorgarást. És ez igaz tavasszal is, április 15-éig él a legtöbb szerződés, van, aki rövidebb időre kéri, az ugye értelemszerűen korábban elbontja, de legkésőbb április 15-éig el kell bontani ezeket a garázsokat. A puha falazatú építményekhez a helyek bérlése havonta 3505 forintba kerül. A teljes szezonra ez valamivel több, mint 21.000 forintot jelent. Ebbe azonban nem tartozik bele maga a ponyva, azt az autósoknak kell beszerezni. Ezeknek az ára jelenleg újonnan közel 200.000 forint, cserébe viszont akár 10-20 évig is megkímélheti az autósokat a reggelenkénti jégkapargatástól. Előzetes letartóztatásba helyezné a megyei főügyészség azt a nagykállói férfit, aki munkára kényszerített és rendszeresen bántalmazott egy gondnokság alatt lévő szemét saját otthonában. A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított másfél évvel ezelőtt költöztette be a kiszolgáltatott sértettet a telkén lévő istállóba. Feladata az volt, hogy gondozza az állatokat és rendben tartsa az udvart, de amikor a tulajdonos nem volt elégedett a munkájával, többször megverte. A legutóbbi ilyen eset után a sértettet életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A rendőrség elfogta és őrizetbe vette a gyanúsítottat, aki hosszú évekre rács mögé kerülhet. Ezt a cselekményt a törvény kényszermunka büntettének minősíti, amiért 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki a törvény szerint. Az ügyészség azért most indítványozta a gyanúsított letartóztatását, mert tartani lehet attól, hogy szabadlábon éppen a súlyos bűncselekményre tekintettel megszökne, elrejtőzne a hatóság elől, illetve adat van arra, hogy a kórházi ellátásra szoruló sértettet megpróbálta a kórházban felkeresni azért, hogy befolyásolja a vallomása megtételében. Nyilván, ha továbbra is szabadlábon védekezne, akkor újra megkísérhetné ezt a cselekményt. Kigyulladt egy markoló motortere hétfőn Gégény határában, a demecseri önkéntesek és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók habosított vízsugárral oltották el a tüzet, majd visszahűtötték az izzó alkatrészeket. Személyi sérülés nem történt.
Elkezdte a felkészülést a 2022-es idényre Bakosi Péter. A nyíregyházi magasugró célja, hogy kijusson a jövő évi Európa-bajnokságra és világbajnokságra. A héten egyébként Nyíregyházán edzőtáboroznak a magyar válogatott ugró szakágának versenyzői. A nyakában végzi a láberősítő gyakorlatot a Nyíregyházi Atlétikai Centrum konditermében Bakosi Péter. A magasugró már a következő idényre készül, amely reményei szerint eredményesebb lesz számára, mint amilyen az idei év volt. 2021-ben 224 cm-ig jutott a sokszoros magyar bajnok, aki az elmúlt években gyakran küzdött sérüléssel, ezúttal viszont optimistán vágott neki az alapozásnak. Lekapogom, semmi problémám nincsen, eddig menetszerűen megy a felkészülésem, remélem, hogy ki fog tartani a szezonig, és a szezonon is sérülésmentes lesz. 2022-re természetesen az a célom, hogy a világversenyeken részt tudjak venni, most ilyen feltételek mellett szerintem illene már egy egyéni csúcsot is ugrani. A nyíregyházi atléták már nagyon várták, hogy elkészüljön az atlétikai centrum, amely Bakosi Béla szerint nem csak az országban, hanem Közép-Európában is egyedülállónak számít. Nem véletlen, hogy az ugró szakág válogatott versenyzői is a Tiszavasvári úti létesítményben edzőtáboroznak. Körülbelül 40 év az, amiről álmodtunk, hogy egy ilyen létesítményben tudunk edzeni. Ki is böjtöltük, mert az utolsó két év az nagyon nem jó körülmények között fogalmazik finoman, tehát nagyon hidegbe edzettünk, és igazából csak egy kis terembe, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó létesítmény, nagyon nagy segítség lesz szerintem a nyíregyházi, de nem csak a nyíregyházi atlétáknak, hanem a magyar atlétáknak. Ugye a példa is mutatja, hogy folyamatosan jönnek edzőtáborozni, jelenleg a utánpótlás ugróválogatott, és néhány kapos felnőtt versenyző edz Nyíregyházán. A KAP, azaz a kiemelt atlétikai program egyik célja, hogy minél több versenyző képviselje Magyarországot a 2023-as budapesti világbajnokságon. Előtte azonban jövőre a belgrádi fedettpályás világbajnokságon, valamint a nyári müncheni Európa-bajnokságon és a jüzseni világbajnokságon bizonyíthatnak a magyar atléták. Most nagyon-nagyon kemény szintek vannak, főleg az üres számokban szinten azt mondhatnám, hogy ideális szintek vannak, de hát szeretnénk, hogyha kijutna a VB-re legalább két távolugró lányunk, és hát a Bakosi Péter személyében, illetve ott van még a Dani, de bízunk benne, hogy a VB szintre hátra megugorják a felettpályás VB szintet, illetve meghívják, ha nem is ugorják, mert nem meghívják őket. Hát a szabad EB-re mindenképpen elvárások vannak, hogy több távolugrónk kerüljön ki, és több magasugrónk. A VB-re pedig hát meglátjuk az szabadtéri felkészülés, hogyan sikerül, de ott is szeretnénk részleni néhány versenyzőnkkel. A válogatott versenyzők ebben az évben még visszatérnek edzőtáborozni, és Bakosi Péter is Nyíregyházán készül a fedettpályás szezon kezdetéig. Bár a jövő évi versenynaptár még nem készült el, a fedettpályás országos bajnokságnak minden bizonnyal az új atlétikai centrum ad majd otthont. Bár egy ügynökség ajánlatot tett João Janeiro kivásárlására, a portugál szakember marad a Kisvárda vezető edzője. Eljöhet majd az az idő, amikor szó lehet az értékesítéséről, de most fontosabb a hátralévő mérkőzések minél jobb eredménye. Emiatt nem tudtunk megállapodni a kérővel, nyilatkozta Révész Attila sportigazgató a klub honlapján. Az NB1-es tabella harmadik helyén álló Kisvárda legközelebb jövő szombaton Gyirmóton lép pályára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A jövő évtől minden szociális területen dolgozó bére 20%-kal emelkedik, ezt jelentette be a Szociális Munka napján Fülöp Attila Nyíregyházán, a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. A rendezvényen szó esett arról, hogy egyre kevesebb fiatal választja ezt a hivatást. Az egyetemen ezt a tendenciát szeretnék megállítani. Az ünnepségen Assisi Szent Ferenc díjakat adtak át a megye legaktívabb szociális dolgozóinak. Új zöld belváros kialakítását tervezi a Mátészalkai önkormányzat. A Mátészalka szíve zöld újra a tervezés című programra 5 pályamunka érkezett, ezekből nyílt kiállítás a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ és Színház aulájában. A nyertes terv kiválasztásában a lakosság aktív közreműködését kéri a városvezetés.
Előzetes letartóztatásba helyezni a megyei főügyészség azt a nagykállói férfit, aki munkára kényszerített és rendszeresen bántalmazott egy gondnokság alatt lévő személyt saját otthonában. Feladata az volt, hogy gondozza az állatokat és rendben tartsa az udvart, de amikor a tulajdonos nem volt elégedett a munkájával, többször megverte. A legutóbbi ilyen eset után a sértettet életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A rendőrség elfogta és őrizetbe vette a gyanúsítottat, aki hosszú évekre rács mögé kerülhet. November 10-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, és csütörtök este is beszámolunk majd önöknek a megye legfontosabb történéseiről. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Szerda este nagyrészt borult lesz az ég felettünk, helyenként előfordulhat kisebb eső. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Általában -2 és +2 fok közé hűl le a levegő. Csütörtökön borult idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 11 fok között valószínű. A hétvégén marad a borult, hideg, őszies idő.